Miért szükséges a CBCT, a bölcsességfogak eltávolítása előtt? Hát erre nagyon könnyen tudok válaszolni. Én már el se tudom képzelni azt, hogy CBCT nélkül távolítsunk el bölcsességfogakat. Szoktam néha a bölcsességfog, a szájsebész válaszol nevű csoportunkba mutatni olyan videókat, amikor egy CBCT-n megnézzük a bölcsességfogat. Ma is 4-5 ilyen bölcsességfogat néztünk meg CBCT-n. Meg lehet állapítani például, hogy a bölcsességfog pozíciója milyen. Rengeteg információhoz jutunk, műtét technikai szempontból óriási segítség a CBCT. Három dimenzióban látjuk azt, amit egy röntgenen csak két dimenzióban látunk. Például meg tudjuk mérni, hogy a bölcsességfog gyökere és az állkapocsban futó ideg között mennyi a távolság és hasonlók. Szóval a szövődmények elkerülése szempontjából, a műtét utáni fájdalmak, a kellemetlenségek elkerülése szempontjából, a műtét hossza szempontjából óriási jelentősége van a CBCT-nek, és elképzelhetetlen, hogy CBCT nélkül bölcsességfogat távolítsunk el.